lesz az este, veled a téren. Tudod, majd sétálunk, mi kéz a kézben. Te vagy a semmi, te vagy a minden. És majd ha véged, csak mondjad, hogy holnaptali extra. Minden kedves néző előtt a kalapomat emelem. Szereztem, mondtam, hogy szerzek. Amikor beviszel az új nődöt a társaságba, akkor a spanoknak a reagálása igencsak különböző lehet, és ez hatással lehet a kapcsolatotok kimenetelére. De szép gondolatok. Például. Ja, már megint egy új csaj, Oli, minden héten, hát nem lesz ez sok. Akkor valószínűleg a lánytól elköszönhetsz, a haverodat pedig pofán verheted a segítségért. De Mizu, ha a haverok nem készülnek fel a fogadásra? Hát, többféle opció. Hello, Zajej! Hello! Szia, cica van, gazdák! Ez a szöveg soha nem működött még. De szép nyújjött be ide! Épp zuhanyozni készültem, mi az? A három muskétás. Meg most sem a hátad is. Vagy ha akarsz még aludni, szívesen visszabújok vele. Zoli? Jassz! Most komolyan ennyire rajongunk, nem már? Mi van öreg, leesett az állad? Felszeggje! Jól van, mert gyökerek, ne égessetek már! Szégyen, csicskagyász, érted? Bocs, Zoli, hogyha kínosak, de tudod, ezek elég egyszerű srácok. Csabi, húzzál már innen! Hallod, Dani, kussol! A hölgy hozzám jön! Hallod, miért jönne hozzád, tes? Azért, mert te egy szégyen vagy! Ez meg mi? Nem láttad, hogy itt már nincs több hely? Bocs, te teltház! Most igazából kit néztek végül is? Csajt vagy a Márkot? Itt már nincsen több hely a matracodnak. Lehet koccanni! Itt már nem férsz el! Nincs, érted azt miért, hogy nincs, szóval bocs, ugye? Húzzál, jó? Mit láttátok, lila spanunk igencsak rácsúszott. Tombor után szabadon. A nyomozó vonalra. Hát még egy kérdés. Lehet, hogy kicsit sok kalambot nézett. És minthogyha egy picit a figurát is túltalta volna. Ja, hogy nem tudjátok ki ez a kalambó, és megint öregnek kell éreznem magam. Emiatt, kösz, közkedves néző. Á, a gaz eséséből megmondom, hogy fúj a szél. Érdekes, érdekes. Határozottan érdekes. Ahogy a feleségem szokta mondani, nem zörög a haraszt, hanem zörgetik. Ahogy tartja az őcsidakot a pecsenyes időközmondás. Persze, ez sem magától találta ki a feleségem. Szóval az a bizonyos haraszt. Az a kulcsa mindennek. Hiszen, hogyha valaki követ valakit, akkor... Hopp, kutyaszar! Hopp, légy! Szajt kell csapni! Ugye, hölgyem? Vagy asszony? Vagy uram? A követésnek mindig van valami nyoma. Csak a nyomokat kell megtalálni. És én megtalálom azokat a nyomokat. Na, ezért vagyok én a hadnagy. Nem vagy te még semmi se te. Hogy megtaláljam ezeket a nyomokat. Ha! Itt egy nyom például. Bárcsak égne az a szivar a számba. Most ezeket a nyomokat beküldöm a laborba. Hát van rajta valami új lenyomat. Ahogy a feleségem szokta mondani, minden kiderül. Egy bölcsasszony a feleséged. Megvan, amikor totál szétcsúszol az élettől, pedig az nem akar mostoha lenni veled. Hogy milyen? Mostoha! Ugyanarad mindenki összeesküdt ellened, pedig igazából senki nem akart rosszat. Nézd azt a srácot, milyen magas! Mit mondtál? Kicsúfolkodtál a hátam mögött? Ne, hát csak megígéztem, hogy jól megnőttél. Fájdalom és sértés. Annyira tipikus. A rohadt életben miért történik ez? Miért történik ilyen hülyén minden? Mit rontottam el? Ha depressziós vagy, legyél inkább boldog. Semmit. Csak próbálkoztam. De nem erre való az élet, hogy próbálkozzunk. Ha rossz kedved van, vidulj fel. Akkor meg mi a baj? Miért viselkednek velem így? Szemetek, összeesküdtek ellenem. Vagy csak így jött össze a franc... És még ez a rohadt patka is! Hát figyeljtek, gyermekeim, az úrban ennek is vége. De milyen jó volt, nem? Ez a rész is...
Milyen jó volt! Ja, jó volt. Ezen a héten még kétszer találkozunk szerdán és sütörtökön, illetve pénteken 20:05-kor a Petőfi TV műsorán megcsekkolhatjátok, inkább lecsekkolhatjátok a nagy epizódot. És hát már nincs sok hátra. Mennyi van? Ez a hét, meg még két hét ezen kívül. Hát én nézném. Nézed! Hello. Ezt neked hoztam. Rakott krumpli. Szereted, ugye? Enned kell valamit, hogy megmaradjon az a férfias teste. Te kis teddy macka. Szép lesz az este, veled a téren. Tudod, hogy sétálunk, mi kéz a kézben. Te vagy a semmi. Te vagy a minden, és majd a véget csak mondjad, hogy holnaptali extra.